Hiány szakmák, a munkaerőpiac igényeihez igazítják a képzéseket. Vízvilágnapja, interaktív bemutatót tartottak a víztoronynál. Internet Fiesta programsorozat kezdődik a Móri Zsigmond könyvtárban. Híradó a Nyíregyházi televízióban, jó estét kívánok! A képzési irányokra és a beiskolázási arányokra vonatkozó szakmaszerkezeti javaslat összeállítása lesz idén is a legfontosabb feladata a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságnak. A cél, hogy a fiatalok olyan szakmát tanuljanak, amivel el tudnak helyezkedni és megalapozhatják jövőjüket. Idén is a megye munkaerőpiaci helyzete alapján szeretné összeállítani a képzési és beiskolázási javaslatokat a döntéshozóknak a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság. Ennek érdekében közel 150 cég közreműködésével mérték fel a vállalkozások munkaerőigényeit. Emellett arra is kíváncsiak voltak, hogy a munkáltatók milyen beruházásokat terveznek, mennyire elégedettek a pályakezdő szakmunkások tudásával, mi a véleményük a tanulószerződéses gyakorlati képzés rendszeréről. Az oktatás területén a duális képzés megvalósítását nagyon fontosnak tartják, de már az általános iskolásoknak is lehetőséget biztosítanak a különböző szakmák gyakorlati megismerésére. A kamaráknak most egy nagyon kiemelt feladata az, hogy a gazdálkodó szervezeteket tájékoztassa a tanulószerződés kötési lehetőségekről, arról, hogy ez milyen előnyökkel jár, akár a tanuló, akár a gazdálkodó szervezet részére. Mi törekszünk arra, hogy minél szélesebb körű tájékoztatást adjunk erre vonatkozóan. Figyelemmel kísérjük azokat a lehetőségeket, hogy a pályakezdők milyen területen tudnak legjobban elhelyezkedni. Ennek érdekében a hiány szakmákra a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság javaslatot tesz, és nyilván, hogyha valaki ezeket a hiány szakmákat választja, akkor ott komoly ösztöndíjban részesülhet, és hogyha még tanulószerződéssel is rendelkezik, akkor havonta egy kisebb fizetést vihet haza, ezzel hozzájárulva a családnak a költségvetéséhez. A megyében hiány szakmának számít többek között a bádogos, a burkoló, a gépi forgácsoló, a hegesztő, a villanyszerelő, a pék, a gyakorló ápoló és a szociális gondozó is. A vállalati adatfelvétel mellett közel 200 pályakezdő szakmunkást is megkérdeztek tanulmányaikról, szakmájukról és terveikről, így pontosabban lehet összeállítani a közeljövő képzési és beiskolázási arányait. A Vízvilágnapja alkalmából interaktív bemutatót rendezett a Nyírségvíz ZRT a víztoronynál. Az Arany János utcai telephelyre óvodás, általános és középiskolás fiatalokat vártak a szervezők azért, hogy megismertessék velük, milyen szerepet tölt be a víz az emberek életében. Ezt vállalogni, az felszáll, fent a levegőbe lehűr. A víz körforgását mondja el egy lippais diák a Vízvilágnapján a víztoronynál. A Nyírségvíz ZRT-nél már hagyomány, hogy minden év március 22-én kinyitják az Arany János utcai épület kapuját és bemutatják az érdeklődőknek, milyen feladatot lát el a víztorony. Aki vállalta, óvintézkedések mellett 238 lépcsőt mászhatott meg azért, hogy az épület tetejére feljusson. A víztároló udvarán a gyerekeket vízzel kapcsolatos érdekes bemutatók várták, ahol egy-egy helyes válaszért cukrot kaptak, vagy ihattak egy pohárral a torony vizéből. Már nem sokára belépünk ugyebár a felnőtt korba, és érdemes megtudnunk azt, hogy milyen vizet gazdaságosabb fogyasztanunk például, vagy hogy melyik az egészségesebb. Itt nagyon sok mindent tanultunk, például, hogy az ásványvíz miért nem olyan egészséges, mint például az itt a víztoronyban megtalálható víz. A rendezvény célja, hogy a szakemberek felhívják a fiatalok figyelmét arra, milyen fontos a jó minőségű ivóvíz és miért szükséges rá nagyon vigyázni. Most kifejezetten arra próbálunk koncentrálni, ami az idei év jelmondata is, mégpedig, hogy szennyvizek, tiszta vizet. Tehát elsősorban abban az irányba megyünk most el, hogy az elfolyó szennyvizet mennyire fontos megtisztítani, és miért kell erre különösen odafigyelni, és miért fontos az, hogy minél több csatornázott háztartás legyen, és minél többen rákössenek a szennyvíz csatorna hálózatra. Éppen ezért kora tavasztól késő őszig az egyes és a kettes számú szennyvíztisztító telepen is várják az iskolás csoportokat a Nyírségvíz ZRT szakemberei.
A látogatások regisztrációhoz kötöttek, előzetesen be kell jelentkezni a szolgáltatónál a www.nyirsigvíz.hu-n található elérhetőségek egyikén. A Vízvilágnapja alkalmából az érdeklődőket nem csak Nyíregyházán várták programok, hanem a Nyírségvíz ZRT szolgáltatási területén több településen is. Így Kisvárdán, Mátészalkán, Nyírbátorban és Dombrádon is fogadták érdekes események azokat, akik tenni szeretnének környezetükért. Internet Fiesta címmel indult előadás sorozat a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az érdeklődők egy héten keresztül ismerkedhetnek meg a digitális világ újdonságaival, a 21. századi technológiák mindennapi felhasználási lehetőségeivel. Ilyen látványos előadásokat is készíthetünk a Prezivel. Az innovatív, magyar ötleten alapuló webes prezentáció szoftver több mint 75 millió felhasználóval rendelkezik világszerte. Magyarországon azonban még mindig kevesen ismerik. Hallani már hallottam róla, ugyanis számos prezentációs versenyen is részt vettem, viszont használni nem használom. Eddig az összes prezentációmat a PowerPoint alkalmazással készítettem. A Prezi működésében nyerhettek most bepillantást az érdeklődők a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A főként gimnazistákból álló hallgatóság egy interaktív, gyakorlati bemutató keretében kaphatott képet arról, hogy a szoftver segítségével miként is tehetnék érdekesebbé, minőségibbé, modernebbé prezentációjukat. Kifejezetten a fiatalok számára lett kitalálva, mivel ők azok a mostani réteg, akiknek nagyon nagy szüksége van arra, hogy az előadások módukat egy kicsit feldobják, megtanulják, és már ezt később az életük során használják. Az előadást az Internet Fiesta országos programsorozat keretében szervezte a könyvtár. Az érdeklődők egy héten keresztül hallgathatnak meg előadásokat a digitális világ nyújtotta lehetőségekről, amelyeket a hétköznapok során is hasznosíthatnak. A Móricz Zsigmond könyvtár is fontosnak tartja, hogy lépést tartson a 21. század technológiájával, olvasói szokásaival, így ebben az évben is számos fejlesztést tervez ennek érdekében. Többek között az oktatótermünk fejlesztését szeretnénk egy digitális labor műhelyként üzemeltetni, ahol a fiataloknak, elsősorban szakközépiskolásoknak szeretnénk majd olyan programokat, képzéseket tartani, ahol a média tudatosságot, a média kultúrát tudják elsajátítani élménygazdag módon, rengeteg gyakorlati tudnivalóval. Az olvasótermünk átalakítását is tervezzük, hiszen változnak az olvasói igények, változnak az olvasói szokások, ezért egy tinis, úgynevezett tinis sarok kialakítását tervezzük, ahol szintén a legmodernebb mobil eszközöket kívánjuk elhelyezni, és ezeknek a elsajátítását, tudatos elsajátítását szeretnénk a fiataloknak majd továbbadni. Az Internet Fiesta előadássorozat keretében március 19-ig további előadások hallhatók majd a Móricz Zsigmond könyvtárban, többek között az online vásárlásról, a 3D nyomtatásról, a digitális utazásról, az internet veszélyeiről, a Facebook használatáról vagy az elektronikus könyvtárakról. 3D nyomtatóval bővült a Krúdy Gyula gimnázium. Az eszköz a digitális mintaiskola program keretében került az iskolába. A diákok április végéig próbálhatják ki a 3D nyomtatásban rejlő lehetőségeket. És akkor most elindítok egy dobókockát, ami majd a pályázat anyagához szükséges lesz, és pendrive-ról kiválasztom a dobókockát. A Krúdy Gyula gimnázium rendszergazdája mutatja be működés közben az iskola új 3D nyomtatóját. Az eszköz a digitális mintaiskola program keretében került az iskolába. A diákok áprilisig ismerkedhetnek meg az új technológia rejtelmeivel. A pályázat kikötése, hogy ez idő alatt egy szórakoztató, ugyanakkor a tanulás segítő társasjátékot is el kell készíteniük vele. Egyszerre 4 személy játszhassa, a nyomtatóval kell elkészülni a bábuknak, a kockáknak, lehetőleg a 25%-a magának ennek a társasjátéknak, illetve egyedi legyen, a valamilyen tantárgyhoz kapcsolódjon, inspirálja a gyerekeket a társasjátéknak a játszására, tehát új ismereteket sajátítsanak el. Amennyiben a pályázat sikeres, akkor az iskola végleg megkapja a nyomtatót. Ez a diákok tanulása szempontjából is hasznos lehet, hiszen a 21. századi technológiát már számos területen alkalmazzák, mint például az autógyártás, az építőipar vagy az orvostudomány, amelyekbe így már most belekóstolhatnának a fiatalok. Nagyon szeretem a technológiát, és mindenképpen előnyös, hogy van ez, meg tudjuk ismerni a dolgokat.
informatikórán például tudunk programozni ehhez dolgokat, amiket ez ki fog később nyomtatni. A Kródi Gyula Gimnázium a Digitális Mintaiskola program nyíregyházi mintaintézménye. A projekt 2017-ben indult a digitális pedagógiai fejlesztések első lépéseként. Célja, hogy a digitális kompetenciák elsajátítását biztosítsa mindenki számára, vagyis senki se hagyhassa el az oktatási és képzési rendszert anélkül, hogy a munkaerőpiac által elvárt digitális alapkészségekkel ne rendelkezne. A program keretében szeretnék elérni az iskolák teljes, nagy sávszélességű wifi-s lefedettségét, valamint hogy az intézmények tantermei rendelkezzenek interaktív táblákkal, 3D-s megjelenítő eszközökkel és szemüvegekkel, 3D-s nyomtatókkal, programozható robotokkal, valamint különböző kísérleteket támogató szenzorokkal és adatgyűjtőkkel. A legjobb együttesnek járó díjat kapta meg a Reflex Modern Tánc Stúdió a hétvégén megrendezett Abigail országos minősítő táncfesztiválon. Mindjárt jönnek a részletek, előtte még nézzük a nap további híreit. Tegnap este a 4-es számú főúton Kőlaposnál több közúti jelzőtáblát is kitört egy ismeretlen jármű. A balesettel komoly anyagi kárt okozott, a rendőrség keresi az elkövetőt. Nyíregyháza és Nyírszőlős között egy személygépkocsi a patkára hajtott, majd megsodródott és a szemközti oldalban egy álló autónak ütközött. A mentők egy szemét szállítottak kórházba. A Debreceni út kivezető szakaszán beszakadt egy közműfedél. A helyreállítási munkák idejére a külső forgalmi sávot lezárták. A legjobb együttesnek járó díjat kapta meg a Reflex Modern Tánc Stúdió a hétvégén megrendezett Abigail országos minősítő táncfesztiválon. Rácz Erika növendékei 14 koreográfiával léptek az elismert szakemberekből álló zsűri elé. Az elmúlt hétvégén 5. alkalommal rendezte meg az Abigail több célú intézmény azt a minősítő táncfesztivált, amelyre nem csak Magyarországról, hanem külföldről is érkeztek magukat megmérettetni kívánó táncosok. A Bem József Általános Iskola tornacsarnokában 2 napon keresztül 4 besorolás szerint 10 tánc kategóriában indulhattak a fiatalok. A Reflex Modern Tánc Stúdió növendékei összesen 14 koreográfiával vettek részt a versenyen. Hatalmas szakmai elismerés számukra, hogy a megmérettetésen Rácz Erika, a stúdió vezetője, nem csak a legjobb koreográfusnak járó díjat vehette át a zsűri elnökétől, hanem táncosai megnyerték az együttesi fődíjat is. A reflexes növendékek a gyermektől a felnőtt kategóriáig mutatták meg tehetségüket, így a zsűri tagjai igen széles spektrumát láthatták a táncstúdió munkájának. A fődíjat a felnőtt csoportom kapta meg, ők 4 koreográfiával indultak, készültek ezen a versenyen, erre a versenyre. Ebből 2 duett volt és 2 csoportos koreográfia, és nagyon jó fotók készültek, ahol mindenki 4 ujját mutatja, mert konkrétan annyit jelentett, hogy 4-ből 4 aranyminősítést kaptak a lányok. Az elismerés mögött óriási munka van, hetente 4-5 próbán vettek részt a növendékek. A táncstúdió vezetője szerint a minősítő fesztivál nagyon jó visszaigazolás volt a szakma részéről, hiszen a zsűriben olyan elismert szakemberek ültek, akik gyakran zsűriznek európai versenyeket, így megfelelő rálátásuk van arra, milyen egy jó koreográfia. A reflexes táncosokat legközelebb a jövő héten Nyíregyházán, majd Debrecenben és Budapesten országos fesztiválokon nézhetik meg az érdeklődők. A júniusi gálán pedig egy teljesen új repertoárral állnak a nézők elé. Vezeti a junior bajnokságot a Nyíregyházi Sportcentrum fiú kézilabda együttese. A csapatra még több nehéz mérkőzés, többek között 2 rangadó is már, de szeretnék az élen zárni az idényt. Néhány hete még egymás ellen játszottak a junior kézilabda csapat tagjai, a diákolimpiai döntőben ugyanis a védekező játékosok az arany, a támadók az Zrínyi együttesében szerepeltek. Győzött a védelem, az arany végül bronzérmes lett, a Zrínyi pedig 4. Sár csapattársaink ellen játszottunk. Hát nekik volt egy jobb védősoruk, nálunk is ők a gyákgerincét a csapatnak, most ők jöttek ki jobban, mi belefáradtunk sok faadba, fizikálisan jobbak voltak, és persze már nem bírtuk a végén. Azóta viszont már ismét egymás mellett küzdenek a játékosok a junior bajnokságban. A hétvégén az Ózdot verték maga biztosan a nyíregyházi fiatalok, és 3 pont előnnyel vezeti a Nyíregyházi Sportcentrum a tabellát, igaz, a rivális Békés egy meccsel kevesebbet játszott.
Két riválissal játszunk, azaz egy szerencsénk, hogy hazai környezetbe fogunk játszani mind a kettővel. Előbb lesz majd a Kecskeméttel a mérkőzés, vízválasztó lesz, tehát ott muszáj lesz, hogy győzzünk, ahhoz, hogy megmaradjon a bajnoki reményeink. Ott egy góllal kaptunk ki egy viszonylag gyengébb játékkal. Én bízok benne, hogy hazai pályán ezt a csapat tudja majd hozni. Utána pedig a végjátékba fogunk a Békésen játszani. Békésen egy döntetlent sikerült elérnünk. Én bízok benne, hogy hazai pálya és a motiváció, hogy azon a mérkőzésen fog eldőlni, hogy ki lesz a bajnok, az fog annyit lendíteni a csapaton, hogy a mi oldalunkra fog billenni. Nehezíti a felkészülést, hogy a csapat tagjainak nagy része idén érettségizik, így a tanulás kerül előtérbe. A keretből többen is bemutatkozhattak idén a felnőtt együttesben is, és meghálálták a bizalmat. A csapat legközelebb a Lajos Mise ellen lép pályára, ahol kötelező a győzelem. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. A képzési irányokra és a beiskolázási arányokra vonatkozó szakmaszerkezeti javaslat összeállítása lesz idén is a legfontosabb feladata a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságnak. A cél, hogy a fiatalok olyan szakmát tanuljanak, amivel el tudnak helyezkedni és megalapozhatják jövőjüket. A Vízvilágnapja alkalmából interaktív bemutatót rendezett a Nyírségvíz ZRT a Víztoronynál. Az Arany János utcai telephelyre óvodás, általános és középiskolás fiatalokat vártak a szervezők azért, hogy megismertessék velük, milyen szerepet tölt be a víz az emberek életében. Internet Fiesta címmel indult előadássorozat a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Az érdeklődők egy héten keresztül ismerkedhetnek meg a digitális világ újdonságaival, a 21. századi technológiák mindennapi felhasználási lehetőségeivel. A szerdai hírösszefoglalónkat látták, rögtön jön az időjárás jelentés, híradóval legközelebb pedig csütörtökön várjuk majd önöket ismét, megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!